Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, kedves VNTV vagy Viva Natura televízió nézők. Más hang, szeretettársalgás sorozatunkban Nagy Szilvivel beszélgetünk. Szia, Szilvi. Ez egy trilógia, tehát hogyha csak ezt láttad, akkor érdemes előtte megnézni az első két adást is. Utolsó adásunkban ott fejeztük be, hogy felállítottunk egy axiómát, hogy most már foglalkozunk így is a dolgokkal, hogy mit tesz különbséget két ember között. Ugye feltételezzük, hogy ugyanaz a vér csordogál bennem, ugyanaz a csontrendszerem, mint egy muszlimba, vagy egy kínaiba, vagy egy indiaiba, és mégis, hogyha leülünk beszélgetni, akkor olyan borzasztó módon másak vagyunk, de mentálisan. Mindig a szumó harcos példáját szoktam elmondani, egyébként Schaefer úton hallottam, hogy egy ugyanabból a genetikai sorból egy, mit tudom, harmadik gyereket odaadják szumó harcosnak, és abban a kultúrkörbe van benn, ami a szumokra jellemzik, az egyik egy gyönyörű karcsú nátszál királyfi lesz 20 éves korára, a szumó harcos meg 200 kilós, és így néz ki. Most akkor óriási ugrunk az, hogy igazából az állításom szerint a kultúráink tesznek különbséget közöttünk, és akkor egy pár példát, hogy milyen óriási probléma van, hogyha a Svédország ingyen konyháiban, ahol a migránsokat etetik, véletlenül disznóhús képe kerül ki a falra, nem azt adják, mert ezzel végig sértem őt, vagy egy hindunak levágok egy tehenét, és marhahús tennék, vagy egy keresztény emberrel elkezdenék beszélni egy házasságon kívüli kapcsolatról, mondjuk egy katolikus, és attól, hogy a vallásait mennyire sérti. Ugyanakkor ez egy Mohamedának teljesen természetes, hogy első, második, harmadik felesége van, és abban a kultúrkörben ezzel, és most sem már a tétás kérdés, hogy amikor valamilyen cselekedetemmel lelkiismeret, fuldalást okozok magammal, tehát a pszichémet megerőszakolom, mit tudom én, rájutottam a tehérre Indiába, vagy valami ilyesmi, akkor én ezzel akár pszichoszomatikus lenyomatot hozok létre, vagy egy hithű katolikus megsérti Isten szent rendjét, és netán egy pap beleszeret egy nőbe, mert hogy genetikailag, meg hormonálisan ez teljesen természetes nála, és ezért egy olyan bűntudata keletkezik, amiért akár egy olyan betegsége is keletkezik, amiért tönkreteszi magát. Ugyanakkor ez egy muszlim férfinél eleve elrendeltetett, hogy ő több nővel is tart fönn kapcsolatot, és soha nem keletkezne benne ebből a tudatalattiába egy olyan lenyomat, amin esetleg ásással gyógyítani kéne. Tehát, hogyha ebből az aspektusból nézzük meg az embereket, akkor óriási különbségek vannak közöttünk. Uh-huh. Hogy lehet ezt téta szempontjából értékelni, illetve ezeket a nagyon nagy eltéréseket homogenizál, nem is tudom, milyen jó szó erre egyébként. Hát most ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mindenről hetekig tudnánk beszélni, érintőlegesen, meg ugye próbáljuk kihozni itt belőle legjobbat, leggyorsabban, de én saját példákat mondani egyrészt, másrészt meg azt, hogy mindenkinek, akinek bármilyen sztori megérinti a akármelyik részecskét. Tehát amikor beszélünk, és beszélgetek a monogámiáról, de netán ő neki az érintettsége, vagy valamilyen állatkínzása, tudod, ami úgy szintén, tehát mindenkinek más-más kapcsol be, ez már egy pont, amit... Igen, de van az a pillanat, amikor nekem például megvan egy... egy tesztem, most nem tudom, mit kell vele csinálni, mert ott van több mint egy éve talán az irodámban. Tudod, az a teszt, amikor megnézik, volt ez a nagyon népszerű YouTube videó, hogy megnézik, hogy a nyáladból milyen őseid vannak. Aha. Ez a génteszt. Több mint egy éve milyen nem csinálnak. Milyen gének szekvenciákat lehet föl, és hogy te honnan jöttél meg? Igen, milyen vércsordogál az ereimbe. Kezdve, de hogy egyszerűen ez ott van, és nem foglalkozok vele, mert arra gondolok, hogy az érdekel, hogy milyen tapasztalataim vannak itt az életben. És az, hogy ahogy érint ez engem, kérdéssel tudok mondani neked példákat, amikor én elmentem a magyar fejemmel, már bocsánat, azért mondom ezt így, mert ugye én itthon nőttem magyarság csoporttudatoddal, akkor fogalmazzunk így. Jó, mondhatjuk így, szépen könyveltem, ugye multicégeknél 16 órákat dolgoztam, nagyjából ez volt az életem, és utána kimentem Új-Zélandra, és én nagyon sokan irigykedtek, hogy ja, hát Új-Zéland. Tudod, én ott... Mosogattam, mit csinál? Mosogattam, igen, és körülbelül a zacskós leveseket ettem, és volt kb. Rá annyi pénzem se, hogy el tudjam magam tartani, viszont volt az a pillanat, amikor egy lányal körbe tudtuk utazni úgy a két szigetet, hogy gyakorlatilag tényleg a minimális kaja, egy autóbérlés, és
nem az étkezés volt meg a szállás a fő problémánk. Aha. Nem foglalkoztunk vele gyakorlatilag, hanem néztük ezt a csodálatos tájakat, és egyszerűen körbevándoroltuk. És volt egy pillanat, nem vele, hanem másik pár emberre, hogy elmentünk Oaklandtől lefelé kocsival egy pár órára, Taupo környékére, és volt egy olyan szituáció, hogy este érkeztünk meg egy olyan városba, amit nem ismertünk, és valahogy a fiúk összeismerkedtek pár emberrel. És ideig fiúk nem voltak, csak egy barátnővel indultam. Mondom, hogy már nem azzal, ez igen, még nem azzal a lányjal volt, jó, akit bocsánat, említettem, hanem pár másik lakótársammal. És megérkeztünk egy helyre, tök sötét volt éjszaka, és a srácok valakikkel összeismerkedtek, és lett szállásunk. És én reggel fölébredtem, maori hölgyek közepette, tudod, az a gyönyörű fürtös haj, termetes teste, kicsit olyan Tina Turner frizura, de olyan benszülött fizimiskával, hogyha magyar nyelven szeretném ábrázolni őket. És egy vadidegen családba bekerültünk, úgy, hogy reggel hoztak nekünk reggelit, mindent. Kaptam egy nyakláncot, csak azért, mert ott voltam. És képzeld el, én nem hittem a szememnek, nekem nem volt olyan tapasztalatom Magyarországon, hogy valaki beenged a lakásába vadidegeneket, nem hogy éjszakára, hanem így, hogy gyere be, vendégül látlak. Nekem volt ilyen. Semmi elvárásuk nem volt ezért. Semmi. Nem feltételezték, hogy ki akarjuk rabolni, hogy ki akarjuk nyírni, semmilyen nem volt, érted? Majd évekkel később, Ausztrália, ott adatrögzítő voltam, nagyon sokáig nem aludtam Bencével, az éjszakák nehezen mentek, és még a Theta Healing előtt, meg amikor elkezdtem tétázni, akkor meg a sok-sok információ miatt nem aludtam, és elmentem adatrögzíteni, én reggel 5-kor keltem, meditáltam fél órát, elmentem 17:30-kor dolgozni, és 2-ig dolgoztam 6-tól, és bementem egy nap, és azt mondtam, hogy megnéztem a Ghetto Milliomos című filmet, én teljesen ki voltam borulva, de ez hozzáteszem, hogy volt egy másik kör e-mail, ami akkoriban szaladgált az interneten, nagyon durva volt, kicsi volt a gyerekem, és arról szólt, hogy két fiatal egy plázából elrabolt egy kisfiút, megkínzott, és utána megölt. És én ezt így végigolvastam, kikugliztam az interneten, hogy ez igaz volt, és Ausztráliában volt az egyik, Angliában volt a másik tettes, megölték a kisfiút, és gyakorlatilag annyira teljesen ki voltam borulva. És az akkori mesterem Sydneyben mondta ugye, hogy meditáljak, pozitív gondolatok, pozitív érzések, és majd ez elmúlik. De érintett voltál a saját gyereked miatt, nem? Rengeteget, hát gondold el, pici gyerek, ez a ellopják a gyereket, nagyon sokban, rettenetes, és megnéztem a Ghetto Milliomost, és bementem dolgozni másnap, és úgy kell képzelni, 40 fős irod, ez egy logisztikai osztály volt egy nagy, hatalmas cégnél, és dolgozott mellettem, négyes vakokban ültünk, egy ausztrál, egy angol, egy bangladesi és én. És egyébként Portugáliától Új-Zélandig nem tudom hány nemzet volt abban az irodában. Aha. És mondom felháborodva, kismamaként, ugye akkor kismama voltam, még csak ilyen félállásban dolgoztam, hogy úristen, hogy mit csináltak azokkal a gyerekekkel a filmben. És én annyira felháborodtam, hogy 5 perces monológot tartottam, hogy mi az, hogy Indiában így és így bánnak a gyerekekkel, és megvakították, hogy kolduljon, stb. És a bangladesi kollégám azt mondta, hogy ide figyelj, Szilvia, most azonnal húzzál vissza az országodba, és ki vagy te, hogy itt megítélgeted, hogy mi hogy élünk, hogy mit képzelsz magadról. Képzeld el, hogy igen, itt 2008 volt körülbelül, igen, mi asztrológiai képletek alapján adjuk össze az embereket, és igen, az én egyetemista fiamnak én szabom meg, hogy mit olvashat, és a paplan alatt se olvashat, mit tudom, olyan történelmi könyveket, amiket én nem engedélyezek a számára, és kinek képzelette itt magadat, és képzeld el, fogta, és kinyomtatott nekem indiai cikkeket angolul, hogy az indiai gyerekek 5-6 évesen vidáman cigarettáznak, és mondta, hogy figyelj, de nálunk nincsen tüdőrák, nálunk nincsenek azok, amik itt nálatok vannak, úgyhogy menjél már, légy szíves oda, ahova akarsz, és felejtsd el, hogy minket kritizálsz. És ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy tanulnivaló volt. Én ott ültem, így néztem, és nagyon komolyan magamba kellett nézni, hogy érted, hogy vannak ezek a pro-kontra tapasztalatok, és ugye nagyon sok embertől hallottam, hogy nekem ez könnyű ott lenni. Tudod, hány ember vállalja be 30 órás repülőutakat? Hány ember vállalja be, hogy nem eszik? Ha nincs kaja, akkor nem eszik. Hány ember vállalja be, hogy a kis kényelmes ágyából kiszáll, és elindul az ismeretlenbe nyelvtudás, ismerősök, barátok nélkül, család nélkül. Érted? Tehát annyira gyorsan, könnyen ítélkezünk, mint ahogy nekem is millió általánosítgatásból ki kellett szállnom.
rengeteg emberrel dolgoztam, már mondtam, hogy ilyen 25-30 országbeli emberekkel, legutoljára a Szentpéterváron pár hete. Ugye a libanonival, aki a tanárom, ő katolikus, ő mondta, hogy ő az tétairing előtt ostyákat osztogattak vasárnaponként, mentek a kerületbe, és nyomták az igét. És utána pedig jött a Theta Healingnek egy olyan spontán gyógyulása lett, hogy ő neki nem, hogy élni nem lehetne, de ha életben maradt volna az orvosok szerint, akkor nem tudna fölállni a tolókocsiból. De spontán meggyógyult egy haladó tanfolyamon. Nagyon gyorsan, 2 perc alatt, és utána azt mondta, hogy én csak a Theta Healinget tanítom, mert elkötelezett vagyok, mert megmentette az életemet. És a Theta Healing nem mondja azt, hogy nem érezheted az érzéseidet, nem mondja azt, hogy ássál ki mindent. Nem mond ilyet. Emberek vagyunk ebben a fizimiskában, és éld meg az érzéseidet. Én azért mondtam az előbb, hogy szeretem a szenvedélyes dolgokat. Ez nem jelenti azt, hogy engem szétcsesz az ideg, mert így beszélek, hanem azért, hogy szeretek így beszélni, tudod, mert gyerekkoromban, fiatalkoromban egy ilyen kis izé voltam, bocs, hogy élek. Most meg így imádom, hogy van testem, lelkem, érzelmeim. Tök jó. Mi is minden aspektusodat imádjuk. Van egy kérdésem, és ez rengeteg magyar lélekben motoszkál. Konkrétan ugye ebben a népben, és most már kedvenc témáthoz érkezünk, azért heted íziglen még ott van, hogy itt 150 évig muszlim uralom volt ebben az országban, ahol hivatalosan lopták el a lányainkat, fiainkat janicsárképzőbe, meg a török kuplerájukba, már bocsánat, hogy így fogalmazok, és gyakorlatilag ez a fajta keresztény kultúra védelme, ez Magyarország határainál állt fel annak idején. Valamilyen módon érdekes, honnan Olaszországban a Róma sokkal egyszerűbben elérhető lett volna a törökök számára, de mégis a franc tudja, hogy miért ide jöttek és minket támad. Most ez egy áldozatszerep. Áldozatszerep, jó. És akkor az a nagy kérdés, hogy ma itt és most a multikulti, meg nem mondjunk véleményt, egy olyan ember áradat jött Európába, ami most azt mondják, hogy lassan eléri a 10%-ot, tehát 50 millió főről beszél, aki viszont alapvetően életveszélyes egy olyan fajta kultúrára, mint amit például te is képviselsz, kilátszik a csuklód, olyan pulcsiba vagy, ami megmutatja a nőiességedet, látom a hajadat, stb. És egy muszlim, az ő kultúrája szerintem, nem sokat tudok valóban, a sária szerint te egy BK vagy, mert hogy te a nőiességeddel prostitúciót követsz el, és neki joga van ezért téged megerőszakolni, utána megölni, és akkor talán még meg is veri az ő ige hirdetője a vállát. Na most ezzel az anakronizmussal milyen módon tudod föloldani azt, hogy ne védjük meg azokat a határokat, amik egyébként behatárolnak bennünket, el kell fogadnom, viszont ezek a határok ilyen szempontból védelmet is adnak, vagy az az evolúció, az emberiség fennmaradásának a titka, mert hogy elpuhultunk ma már, nem azok az evolúciós választások vannak, hogy a legéletképesek párok kerülnek össze, stb. Genetikailag elkorcsosultunk, ma már 25% körül van az igazi és látás homoszexuálisok aránya, tehát maga ez a fehér rassz ilyen szempontból elgyengült, maga a keresztény kultúra már nem működik, a katolicizmus az már nem tölti be azt a szerepét, amiért létrehozták, nem működik a cölibátus, nem működik, sok minden nem működik. És akkor ugye nekünk mi lenne a dolgunk? Egyesülni ezzel az mondjuk 5-600 évvel visszament kultúrálatlan, sötét, bunkó, most direkt ítélő szavak, bagázsal. Miért olyanok? Hogy miért olyanok? Uh-huh. Vagy azt mondani, hogy védjük meg az értékeinket, amik egyébként látszat értékek, mert látjuk, hogy a mi értékeink se olyan mi értékek már. Tehát egy nagyon, nagyon komoly szakadás. De miért ítéljük meg először is ilyeneket? Most a Kürt István, ugye, ha jól emlékszem, a Kürt Kft-nek a vezetőjének van olyan mondata, hogyha ha összekerül egy magyar egy japánnal, akkor ott automatikusan a magyar fog nyőzni, hogyha tehát bármilyen szakmai dologban. Aha. Ha két magyar, két japán, ott már ezek a léc, ha 5-5 van, akkor magyarok sehol nincsenek. Aha, mert 5 magyarban nem tud egyet érteni. Hol van az a pillanat, igen, ahol én megítélem az világot ilyeneknek, amiket most felsoroltál. Én is megítélem a világot, ugye ilyennek, olyannak. Én is azt mondom, hogy miért van az, hogy itt így viselkednek, ott így viselkednek. Mondhatom, hogy ez csak az én világom, de ott van, hogy a kollektív. És
nagyon sok emberrel vagyunk körbevéve. Tehát én azt kérdezem, hogy ha mondjuk elmentem Svédországba 1993-ban, ott már, most nem tudom, hogy éppen muzulmánok voltak, vagy indiaiak, de tudom, hogy olyan bevándorlók voltak, akik, nem tudom, én a helyi Tesco-ba, biztos nem Tesco-nak hívták, már tényleg nem emlékszem, helyi Tesco-ban árufeltöltők, pénztárosok oda befértek. Emlékszem, hogy meg voltam rökönyödve, nagyon tetovált piercingek mindenhol. Nekem az ott pár év, nem tudom, 22-23 évesen így teljesen ilyen döbbenet volt, hogy Jézusom, micsoda másság. Aztán nem mentem Angliába, voltam Birminghamben, éltem egy kicsit a Londonban, és érted, ott nem lógtam ki fehérként, vagy nem lógott ki sötétként senki, hanem egy mix volt. Ugyanez volt Új-Zéland, ugyanez volt Ausztráliában. Tehát, hogy miért van az, hogy vannak helyek, ahol ezt el lehet fogadni, anélkül, hogy mindenkinek valami bűnözőnek kellene lenni, aki nem olyan, mint én vagyok. Vagy hogyha más oldalról tesszük fel ugye a szakmai kérdést, akkor mire tanít ez engem? Mire szolgál? Hogy mit vehetek itt észre? Hol van az a pillanat, ahol én eldöntöm, hogy ezek az emberek ilyenek lehetnek? Illetve hol van az, ahol én kötelezem az ítéleteimmel azokat az embereket, hogy ilyeneknek kell lenni velem? De amikor én elmentem Új-Zélandra mosogatni, én török étteremben dolgoztam, elképzelhetetlen mennyiségű törökkel találkoztam. Tényleg. És imádták Magyarisztánból a lányokat, főként engem, mivel én voltam ott a mosogató lány ott azon a helyszínen. De a többi török étteremben is magyar lányok voltak, imádták őket. A törökök. És tudod, más a történelemkönyvük. nyilván az ő oldalukról más. És a Vajanának az ékszer része is török, érted? És egyszerűen Budapest a gyönyörű, hát látom Isztambult, álom szép. De érted, ott van a fejekben, van akinek ez gyönyörű, van akinek veszélyes. Tehát mi az a szűrő, ami lehetővé teszi, hogy én ezen a szűrőn átlátok, vagy ezen? Most milyen vércsordogál az ereimben, hol van az elfogadás képessége, hol van a tolerancia? Nem gondolod, hogy esetleg a kedvesség, a tisztelet és a tolerancia, meg az alázat, amit itt kollektíven úgy észre lehet venni, hogy jártette van benne lehetőség? Afrikának abban a mélyebb rétegeiben? Nem Észak-Afrika? Nem voltam Afrikában egyáltalán. Hát én meg nagy Afrika utazó vagyok, imádom a környéket. Én csak Mexikóvárosban voltam, ahol kikészültem először. Tehát, hogy... Ott a legszebb elnevezés az Mr. Money, ami tehát téged ételnek látna, mert bocsánat, hogy az előítéletemet előveszem. Nem, de azért csak most mennyire megyünk el a végletekig. Jó, ez a fajta több száz évvel leszakadt kultúra, és akkor én próbáljam ítélkezések nélkül, ami még a létfenntartásnak azon a szintjén van, hogyha kell valami, elveszem. Ha megkérlek egy nőt, magamévá teszem. A négerrel találkozó első kérdés, hogy van barátod. Ha nincs, akkor te vagy a barátja című dolog. Tehát, és hiába azt mondod, hogy én nem vonzom be őket, de azért nap mint nap jönnek azok a példák, ja, és ezek a mostaniak nem nagyon szeretnek dolgozni. Tehát hozzáteszem, hogy folyamatosan segélyekből élnek, ezt nem én mondom, ez információ szinten jön, hogy amikor a kulturális szakadék van, tehát a te gondolkodásmódod, én oda be nem engednélek mosogatni ezek közé, mert ott van, hogy a segítőjéket kapják el és erőszakolják meg. Svédországban konkrét esetről beszélünk. És ez nem általánosíthatók, ebben neked megint igazad van, de az én egyeni példám az nem általános, hanem az a saját sorsom. Most hát engem Magyarországon akartak egyszerűen megerőszakolni, és még utána külön-külön. Tehát most nem favorizálom az egyik országot a másik ellenében. Értem én. Egyáltalán. De ha konkrét akarok lenni, akkor Mezőköves mellett van egy nagyszerű gyógyfürdő, és ott elég kellemetlen élményeim voltak. Akarsz erről beszélni? Nem, mert már nincsen rajta stresszem. Csak azt akarom mondani, érted, hogy nagyon sok minden dolog van. Most ez a másság, érted? Múltkor olvastam, az Origón volt. Te simán engednéd őket, hogy gyertek drágáim lelkemre? Nem erről van szó. Miről van szó? Nem. Hanem az, hogy nem ismerjük a dolgot. Egy teljesen más példát akarok mondani. Hanem, hogy olvastam most, tegnap előtt, hogy a Vegemite az ausztrálok kedvence. Az olyan, mint a Marmite, vagy hogy hívják az angoloknak. Egy ilyen kenyére kenhető zöldség, kivonat, zöldség, akármi. Nekünk a pesto és másik. Igen, és az ausztrálok gyerekek ezen növekeszednek, mint ahogy az én gyerekem is, hogy amióta elkezdett enni, evett Vegemite-os avokádos kenyeret, és Új-Zélandon én is ettem. Na és a magyar cikk szerzője azt mondta, hogy ez a gépzsír, ez ehetetlen, ez a szerencsétlen, nem így van leírva, de körülbelül ez volt a lényeg, a szerencsétlen
ízficamosoknak az étele, és szerencsétlen gyerekek meg a felnőttek vagy ezt fogyasszák, és ilyen, egyen nem tudom, szívvédő margarin, tudom. És akkor le van fényképezve a kenyér, így fúra megkenve teljesen Vegemite-tal. Na most, aki tudja, hogy hogy kenni a Vegemite-ot, nagyon lehellett vékonyan megkened, ráteszem mondjuk egy tonna avokádot, az egy isteni finom, B-vitaminban gazdag étel. Aha. Érted? De hogyha ezt úgy állítom be, hogy na hát ezek a szerencsétlenek ezzel tömik azokat a nyomorultakat, érted? Akkor van egy képed arról, aha, hogy tényleg Vegemite, hát ha kimegyek Ausztráliába, vagy egyébként itt lehet kapni a Jászai Mari téren, hát ez biztos, hogy nem. Érted? Tehát akkor az első kijelentésemek, mi szerint a kultúrák tesznek különbséget, revidiálnám és azt mondanám, hogy a dolgok se nem jók, se nem rosszak, igaz? Valaki számára ilyen, valaki számára okay. nem. És ott a másik, hogy jön az én ítéletem, mert itt jön a meghatározó. És addig nem tudok választani, amíg ítéletből nyomom. Aha. Mert addig a régi, megszokott minta lesz az, és ami akkor jönnek a tudatalatti programok, a média, hekkelezőnyom, stb. Minek adok energiát. Tehát én kipróbálom saját magam. Figyelj, most volt időm indiaiakkal beszélgetni, és azt mondták, hogy 8 évesen, több fiú mondta, 8 évesen dolgoztak már, és ők egy boldog országban éltek. Én megnéztem a Gettó Millió, most én elszörnyűködtem, ugye? De ők voltak ott, nem én voltam. Kedves néző, érdemes ezen elgondolkodni, hogy az a végletes kontraszt, ugye, onnan az összes spiritanitás, a nagy része, bocsánat, fogalmazzunk így, és ugyanakkor elmész Indiába, látod azt a mérhetetlen mocskot, az anyagba ragadt szemléletet. És azt mondja a főmasszor, érted, hogy mióta Magyarországon van, azóta ismeri a stressz fogalmát. És mondta, hogy 8 éves kora óta ő dolgozott Indiában, és mióta Magyarországon van, ismeri a stresszt. Aha. Miért van ez? Miért van az, hogy itt vagyunk, és nézd meg, nincsenek ciklonok, erről már beszéltünk, nincsen árvíz, nincsen nagy földrengés, minimális van, nincsen monszun, nincsenek hurrikánok. Akkor muszáj gerjeszteni valamit, hogy ne unatkozzunk? Na, hát a bankrabszolgaság, azt hova teszed? Hova teszem az erőmet? Most kérdésre válaszoltál, de nem értettem meg. Hát mibe teszem bele az erőmet? Amikor azt mondják nekem, hogy nekem könnyű, nem biztos, hogy nekem könnyű, mert én pénz nélkül voltam egy csomó helyen, és nem adtam el a testemet cserébe, hanem megtanultam a nélkülezést. Azért vagy hogy kiszolgáltatott a bankoknak, mert? A mindenféle gyógyszergyár manipulátoroknak, mert oda teszem az erőmet, hogy engem úgy is átvernek, mert magyar vagyok? Hát most azt, hogy miért magyar vagyok, vagy milyen vagyok. Vagy mit nem, hogy oda teszem az erőmet. Vagy most én elmúltam 45 éves. Azt gondolom, ezt ne reklámozod, hogy... mindig 35-nek mondanak. Köszi. Annyi energiám van most, hogy 10 héten keresztül csak az étellel, csak étekezéssel, meg heti egyszer, 2 órás vagy 1 órás, mondjuk mint kardió, a cellulitis masszázs. Nem, csak masszázs, indiai masszázs volt, mondtam, hogy az ájurvédikus programot csináltam végig. Gyakorlatilag teljesen egészséges a testem. Van benne egy-két stressz bennem, mert az életemben most váltás történik, érted, és azt megdolgozom, megélem magamban, bele megyek az érzésbe, átváltoztatom az árnyoldalmat, felismerem magamhoz, ölelem, és haladok az utamon. De azt kell mondanom, hogy nem vagyok rászorulva gyógyszerekre, de ennyi idősen a nagymamámék, és nem tudom, 45 évesen a lakosság hány százaléka szed bármilyen gyógyszert, el tudom unasztani a fejfájásomat, mondjuk, ha akarok, beveszek 2 panadolt, vagy egyet. Tehát nem okoz problémát bevenni egy panadolt, ha fáj a fejem, de dominánsan nincsen semmi bajom, se a vérnyomásommal, se semmivel. Aha. És tehát erről ki tehet? Én tehetek. Ha most 66 gyógyszert szednék, arról ki tehet? Szerinted az állam? Vagy a bankok? Vagy ki? Uh-huh. Tehát most megint ugye akkor, hogyha én valaki mástól várom a megoldást, tehát például az általam feltent politikus rúgjasságban bankokat, adják vissza a pénzem, házam, lakásom, életem, akkor megint az van, hogy én a saját felelősségvállalásomtól, a saját cselekvésemtől álltam hátra, ülök otthon is egy ilyen fotelben, amiben most idők, és várom a megoldást. Igen, de a felelősségvállalás az, már így hallom a lelki füleimmel a sok felháborodást így a beszélgetéseink által, a felelősségvállalás és az, hogy felelős ember vagyok, az két külön energia. És ha felelős ember vagyok, akkor tisztában vagyok vele, mondjuk ha fölveszek egy bankkölcsönt, vagy bármi hitelre megy a pénzem, akkor mondjuk vegyem azt a felelősséged, meg azt a kis időt, hogy tájékozódok. Persze bebukhat,
meg váratlan tönkre mehet, de váratlan a fejemre eshet egy cserép, és kinyifalhatok. Most mire számítok, mire vagyok felkészülve? Most nem csak tudatalatt, hanem tudatosan felkészülünk, tehát István úgy éljük az életünket, hogy mégis fel vagyok készülve minden rosszra, ha ma reggel kilépek az ajtón, mert bármi történhet. Vagy azt mondom, hogy oké, ez egy gyönyörű nap, nézzük meg, milyen lehetőségeket tartogat, és itt van a kutya elásva. Jó, ellenpélda. Én neked szimpatikus vagyok, tegyük föl, nem kell, hogy így legyen. És én PR marketingből előadom neked, hogy te mennyire gyönyörű nő vagy, mennyire szimpatikus vagy. Ha velem kötöd össze az életed, akkor megoldom minden problémádat. Kocsi, ház, gyerekek, tök mindegy, havai kirándulás. Te csak ilyen szép és aranyos legyél. Tehát, oké, elmondom a szinonimát, elmegyek a bankba, az a banktisztviselő, aki ugyanaz szimpatikus mentel. Igen. Elmondja, hogy figyelj, vegyük fel a devizahitel, ezzel csak jó járhat. És ugyanúgy ez a bizalom, ugye, mert te se kontrollálod azt, hogy nekem van-e bankszámlám, van-e, stb. A bizalom alapján én elmegyek, mert a Józsi, meg a Géza is megkötötte. Biztos a kis apró betűseket nem olvastam el, de nem így voltam szocializálva, mert elvileg a bankokban meg lehetett bízni korábban, tudod? És most egy ilyen szituációban viszont teljesen egyszerűen kiszolgáltatod. Ja, és akkor hozd még el anyádat, kezesnek, meg apádat, stb. De kinek van lehetősége képezni magát ebben? Most a bankárokat kiképezik? Jó, hogy nem? Tudok ebből most kiszállni, ugye? Mert ez egy tele van az internet ingyenes anyagokkal. Úristen, tele van, az emberek képezhetik magukat. Ja, erre már nincs időnk, és ugye? Még mindig tartozik. Tehát már mindent kifizetett, már mindenét elvették, és még mindig 100 millió tartozik. Ha kiszállunk a cetlik bűvöletéből, amit pénznek neveznek, ugye az általában az emberek a pénz helyett a pénzhiányra teszik a fókuszt, ugye bűnös pénz, de általában nem a bűnös pénz, hanem a mindenkinek a rokonsága gondolat van, illetve a hiányra van téve a fókusz. És a hiány hiányt fog növelni, tehát ha már az apám és a nagyapám is mindent elvesztett, akkor nagyon nehéz veszteség tudat nélkül élni, amíg nem dolgozom meg magamban. És hogyha viszem tovább ezt a mintát, akkor törvényszerű, akkor nem lúzer vagyok, vagy vesztes, hanem akkor egy törvényszerű mintát fogok én is követni és beteljesíteni. Mondjuk egy önsorsrombolást. De ezen senki másnak nincsen felelőssége, csak nekem, hogy ezt felismerjem, és mai világban, érted, az információ pillanatok alatt elérhető. Én azt figyelem, hallgatlak, hogy mikor okozol testi tünetet. Na most ezt ne úgy értse a néző, ahogy akarja, hanem ahogy én mondom, hogy amikor mondod, hogy bele kell menni a problémába, magadhoz kell szorítani, igaz? Igen. Át kell az energiáját formálni, és csak úgy tud elengedni, mert mindig, amíg adod neki az energiát a haradnak, a gyűlöletnek, a problémának, nem tud megoldani. És amikor mondtad, akkor pont a saját konfliktus helyzetemet magamhoz öleltem, ugye te beszélszél meg, de a konfliktus helyzetet mondjuk feltöltöd előtte szeretettel, miért befogadod, nem a dühöt meg a haragot, hanem végignézed, hogy áttransformálódik. Azt éreztem, hogy ahogy magamhoz szorítom, képes voltam a meleget rátenni. Közvetlen beszéltél, én meg itt dolgoztam magamon. Tehát ezt csak azért mondom el, mert az életben mindig vannak szituációk, amikor más beszél, és te csak annélkül, hogy tudnál róla, kontrollálod, hogy ez hogy érint engem. Persze. Mert mindenkinek a sztoria a másik sztoria is. Hát. És abban a pillanatban, ha te példádat, én magamivel tudom tenni, eszemült anyósom, tök mindegy, hogy mit találsz ki, és lát tudod transformálni, akkor nagyon sok kérdésből ki tudsz szállni, hogy nem kell belepusztulnod. Hát ugye, most amit tanítani fogok az életjátéka jövéten, az, vagyis hát ugye itt ehhez képest már tanítom időnként, hogy ott volt olyan, hogy valakinek valami bődületes mennyiségű összeg tartozása volt, hitelek, és háromnapos tanfolyam végére gyakorlatilag kidolgozta az egészet, és két héten belül elengedte a bank az egészet. Tehát vannak olyan történetek, amikor ki magadba hajlandó vagy végre nézni, és leszeded azt a fajta szűrőt, hogy csak ő lehet a hibás. Aha. És utána megnézed, hogy hol adtam el az erőm, mi a tanulnivaló, hogyan szolgál, megdolgozod. De abból tudod, az van, hogy nagyon sokszor azt várják el az emberek, hogy neked kölcsön adtam, nem adod vissza nekem 3 éve, és add vissza, mert az én pénzem. De hogyha kicsit észreveszem, hogy ebben megem van benne tanulnivalóm, lecserélgetem, és felszabadítom magamat, meg a kapcsolatunkat, meg a tudatalattimban téged is, hogy csak tőled jöhet vissza, akkor észrevehetem, hogy egyébként tudom áramoltatni az energiát neked, és nem kell elvárnom, hogy csak tőled jön vissza. Na, megint megtaláltam. Hanem az univerzum összes lehetséges forrásából megkaphatom, érted? Mert már nem arról van szó, hogy tartozik, követem, mert már nincsen olyan, hogy alá fölé rendelt viszony, nincsen olyan, hogy te leigáztál, mert elvetted a pénzemet, amit egyébként én önerőből vagy önakaratból adtam oda neked, csak nem kaphatom vissza, mert ez egy program. Hogy kérdezek valamit, tehát hogyha van egy jó barátod, odajön, hogy adjál nekem kölcsön, mit tudom, mennyi pénzt,
odaadod neki, teljesen megbízol, úgyis visszaadja. És ha nem kapod meg, akkor ne tőle kérd, hanem kérd más energiaforrásokból, az univerzumból. Hát először dolgozd ki azt, hogy mi az az elvárás, és ez most így várja, ez egy kicsit komplettebb lenne, vagy komplexebb lenne. Mert ha ezt most így elmondom, ahogy röviden mondanám, az nem fog teljes képet adni azoknak, akik ezt hallják, és félreérthető és konfliktusokhoz vezethet. De mondjuk, igen, mondjuk adok neked, mit tudom, 5 millió forintot, vagy 200 ezeret, mindegy, vagy 100 ezeret, és azt mondod, hogy jövő héten visszaadod, és eltelt 3-4 hónap, és elkezdek dühös lenni. És nekem kell kopogtatnom, lehet, hogy add már meg a pénzemet. És... igen. És kopogtatok, és kopogtatok, és még mindig nem adod, még mindig, és már kezd rosszul érinteni. És már a barátság és egy szép oda napon, van. Igen, oda van a barátság, és egy szép napon azt mondja nekem valaki, hogy fiatal, nem akarsz erre ránézni, és azt mondom, hogy nem akarok, mert tartozik nekem. Vagy azt mondom, hogy hát jó, figyelj, nem tudom, mi történik velem, de nézzünk rá, még akármi is lehet. És kiderül, hogy mondjuk a nagyapám is így járt, meg a nagyanyám is, vagy mondjuk volt egy konfliktus, amiben gyakorlatilag vesztettek egy X összeget, vagy gyakorlatilag pont azt érezték, ahol, amit most én átérzek, és ezt felszabadítjuk, meggyógyítjuk, megtaláljuk a nyereségeket, akkor felszabadul az az energia, kötés gyakorlatilag, ami lehetővé tette azt, hogy én megélhessem azt, amit a genetikai őseim, genetikai mintáim lehetővé tettek. De ha már ez felszabadul, két dolog lehet. Lehet, hogy te egy pillanat alatt visszajössz a pénzzel, és azt mondod, hogy ne haragudj, hoztam kamatos kamattal, vissza szeretném adni, és köszi a türelmet. Vagy eltűnsz, és egyszerűen bármi történik, és ezt meg vissza tudom kapni többszörösen, amit én kiadtam, mert már nem várom el tőled egy genetikai mintázatnak a hatására. Hogy egyébként te tudod, mit csinálsz ebben az esetben, ha te vagy az, aki kölcsön adtam én meg az elszenvedő, akkor gyakorlatilag csak beteljesítesz, tehát beteljesíted azt, hogy én meg tudjam élni a genetikai mintáimat. És addig dolgozom, amíg hálás nem tudok lenni. Tudod, tehát, hogy ezt már azért sokat van az mondtam. Illetve, hogy én sosem kérek senkitől, mert nincs rá szükségem, mert tudok teremteni, viszont akik tőlem kérnek, ezek nagyon nagy ritkaságban szokták visszaadni. Tehát azért, mert hordozom a édesapám genetikai mintáját, akitől a tetves kommunisták mindent elvettek a házát. Lehet, és akkor ezt lecseréled, elengeded, és apunak lehet a saját igaza anélkül, hogy te ilyen helyzetekbe keveredjél. Aha. Mondjuk mi lehetett neki az előnye, például meg tudta tartani a vagyont, mondjuk, ha nem adott. Nem tudta, egész életében azon szenvedett, hogy tőle mindenét elvették, és vitte ezt a mintát. Szóval ez az elvesznek tőlem minta. Aha. Jó, akkor hol hittem el ezt, és mi van akkor, hogyha egy ponton semmi nem történik anélkül, hogy én hozzá ne járulnék? Tehát hol van az, ahol én azt hittem, úgy éltem meg, hogy vettek, elvettek tőlem? Hol van ez a hiánytér, amikor nem hiszem el, hogy én képes vagyok teremtő erőmmel ugye rendelkezni, és megnézhetjük, hogy mit teremt, mi az a nyereség, hogy áldozattá váltam. Tehát elvettek tőlem, én az elszenvedő. Ugye én vagyok az, aki ennek az áldozata. Aha. És mit csinálok az áldozat mintámmal? Valószínűleg kontrollálok, mert aki áldozat, az a nagy kontrolljátékos is, azt azért tudjuk, ugye? Tehát áldozattérből iszonyatosan jól lehet manipulálni. Nálam más a játék, nekem az a... Jó, nem személyeskedő, most nem ásásban. Több mindent oldottunk mi már itt, ami személyes volt. Tehát, hogyha van egy szituáció, amikor úgy érzem, hogy én olyasmi pénzhez jutottam, amihez érdemtelenül jutottam hozzá, azonnal beteszem a programot tudatalattiba, hogy ez a pénz nem is az enyém. Jön valaki, elkéri, aztán sose látom többet. Uh-huh. Tehát így is fel lehet fogni egyébként. Aha. Tehát és ez... úgy is lehet, hogy ha magasabb minőségre emelem és áramoltatom, akkor mi lenne, ha megengedném, hogy áramoltassam ki, és megengedem a világnak, hogy visszaáramoltassa a lehető legjobb forrásból. Most én ezt elfogadtam, és várom a kedves barátaimat. Akik... Akkor szeretném mondani, igen? Hogy múltkor egy konzultációba, igen? Ugye, az nálam mondjuk nem olcsó, az, mihez képest, ugye, mondjuk egy business coachhoz képest nem drága, és azért egyébként ez nem hivatalosan, ez nem volt anyagiakhoz kötve ez a konzultáció, mondjuk, hogy egy baráti konzultáció volt. Ebben valamit megdolgoztunk, és egy nappal később, azon dolgoztunk, hogy 25 millió forint megérkezzen, egy nappal később kis híján megérkezett. Gondold el, sok ember azt mondja, hogy nem fogom ezt kifizetni, mármint a konzultációt, vagy tanfolyami árakat, vagy nem teszek bele, nem fektetek bele magamba. Tehát sok ember ezt mondja. Érted? De ami visszajön, az annak a milliószorosa, a sokszorosa jön. Én most végig gondoltam, én ebben az évben egy hétig, öt napig voltam magam miatt nyaralni, meg a gyerekemmel. Az összes többi utazásom, az összes többi időtöltésem az vagy tanítás, vagy tanulás. Tehát ki mit fektet magába? Én azt gondolom, hogy bele tudunk fektetni, mert tele van az internet ingyenes anyagokkal, a könyvek 2-3 ezer forintok, online meg letölthetőek, sok-sok, anyagokat bárhonnan lehet
ugye, hozzáférni, antikváriumból is. Mindenkinek áll az ászló, hogy képezze magát. Ha elszenvedője akarok a dolgoknak lenni, és hordozom az áldozat meg szegényén programokat, akkor szépen be fogom teremteni, hogy a világomban megmutatkozon, hogy igazam van. És addig, amíg az igazam játszmát így játszom, addig igen, addig mocskos szemetek, akik ennyit kérnek. Blablabla, bocsánat a káromkodásért. Nyugodtan. Érted? Tehát neked kell dönteni, az élet szép, vagy ez a... Tehát amíg én egy áldozat vagyok, és az van, hogy gyertek zsebtolvajok, raboljatok ki, elsugázom ki, vagy én mit mondtam, tudod, azt mondtam régen, mi van, az van a homlokomra írva, hogy ti, és azt mondták a fiúk, igen, Szilvi. És én azt mondtam, hogy nem, én egy szolid nagyon kislány vagyok. Németország, akit kollektíven állandóan szégyenbe tartanak az elmúlt 70 év óta, ott ilyen idős néni klubok alakultak azért, ez most durva, de járjátok utána, hogy ők majd akkor a migráns, erős, energikus fiatal embereket majd kiszolgálják olyan szempontból, hogy ne a lányaikat üldözzék, és van, aki többféle szerepvállalásra is, tehát teljesen felborult a világ, és minden tényleg a megközelítés kérdése, hogy... Hát lehet azt mondani, hogy végre jönnek az erős kanok. Hát pontosan így, nem az ő szempontjából. Persze mi szempontunkból, hogy ha nagyon akarunk kitérkezni, akkor... Így van. Na most, de nem akarunk. Én azt látom, hogy ezt a trilógiát megcsináltuk, rengeteg fogsz kapni hideget, meleget. Annyi, úristen, hónapokig lehetne ezekről beszélni. Én kaptam múltkor, hogy 60-as az IQ-m, azt visszaírtam, hogy csak 58, remélem örült. Nekem is szokták írni, hogy az a drogos fejem, amikor csináltam 2011-ben a videókat, azt se tudtam, hogy kell videózni, de volt bennem az a hívás, alig aludtam. Amikor Bencus pici volt, akkor először azért nem aludtunk, mert fejletlen volt az idegrendszere, és nem aludtunk, utána pedig azért, mert én angolul és magyarul, amit el lehet képzelni az oktatási rendszerről, a privát, az állami, a katolikus, az összes vallási iskola, ami létezik angolul és magyarul a tétainkről, hogy magyarul a saját blogom volt, a Csábi Family volt csak, de kezdett az összes éjszakámat, én arra szántam, és azt mondtam, hogy nekem nincs időm aludni. És tudom, hogy karikás volt a személy, és a YouTube videóim ott van, hogy ki az a drogos csaj. Még így néztem, mondom, neked is kellemes napot. Manifestálásról beszélünk, amikor azt mondom, tehát hogy teremtő ezt legyen meg. Jó, most már megyek nyaralni magam miatt. Jó, és én na, csak azt szeretném ígéretként tőled megkapni, hogyha ez semmiféle tétás érdeket nem sért, hogy tudom, hogy annál el vagy foglalva, de február-március folyamán egy ugyanilyen trilógiát, addig úgyis felsűrűsednek ezek az újabb kérdések azzal kapcsán, amit beszélgettünk meg, még addig komoly események, változások lesznek itt, mindjárt választások lesznek, tehát ezt a témát is meg tudnánk beszélni. Választások, fel, nem vagyok erre maradva. Hát figyelj, de akkor a rossz csatornákat nézel ennél? Hát, bocsánat, a mese csatornákat kell, hogy a Da Vinci Learning. Igen, hát jó, majd utána nézek. Egy kicsit beszélgessünk erről. Nagyon megköszönöm, itt voltál. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy nem mindenbe értettünk egyet, mert ezek a kis konfrontációk az emberekbe is elindítanak. Köszönöm a szenvedélyes beszélgetési lehetőséget. Hát, ne folytassuk ezt. Na, kedves néző, így is kombinál, de ez meg az ő személyes dolga legyen. Én nagyon megköszönöm, kedves nézők, hogy itt voltatok, meghallgattatok bennünket, és figyeld, én mindig azt mondom, ami nálad bekapcsol, figyeld azt az érzést, ami benned jön, arra töltsél rá, most téged idézlek, engedd meg, töltsél rá szeretet energiát, és öleld magadhoz. És ha át tudtad ezt az egészet hangolni, akkor utána jó esélyed van, hogy legközelebb nem jön ez vissza benned. Igen, igaz, hogyha... így van, megéljük a tapasztalatot, és végre tovább tudunk haladni. Hát a téta technikát, akkor, vagy mi pont a filozófia? Igen, akkor legyél filozófus, kedves néző. Téta filozófus, és továbbra is olyan tévénéző, amit nagyon szépen köszönök. Most már 15 milliós nézettséget elértük, majd drága kollégánk ezt fogja dokumentálni mindenféle fórumokon. Az a kérdés, hogy nézzetek, és osszatok bennünket. Nagyon köszönöm szépen a sokszínűséget, mindenkinek kellemes napokat. Köszönöm. Na, akkor viszontlátásra. Szép napot, továbbra is nézzetek VNTV-t. Szeretünk benneteket, viszontlátásra.